Magyari Tibor Vőfé és szarú karcoló standjánál állunk, és azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lett ön szarú karcoló? Mit jelent az, hogy szarú karcoló? Ezeket a szarúból készült tárgyakat díszítem karcolás technikával. Olyan 16-17 éve vettem egyet a Zsibin, amin nem volt minta sem, meg kisebb volt polírozva, és egy barátom karcolta meg. Megtetszett, aztán én is elkezdtem. Hát így. A mintákat, amiket rákarcol ezekre a szarukra, ezeket tudatosan kutatta, keresi, vagy saját mintáit készíti? Nem saját mint ez mind gyűjtésből származik. Huszka József, Tóth Józsefnek a gyűjtéséből, Tóth István, bocsánat, nem József, és az ő gyűjtéseik, ami már 100 évvel ezelőtt gyűjtöttek össze, azokat használom. Úgy tudom, hogy régen ez a pásztoroknak is volt tevékenység, hogy gulyásoknak inkább a gulyásoknak volt, ugye? Hát inkább juhászok, ők értek rá, mert a birka, amikor delel, akkor ők nagyon ráértek, mivel a birkát akkor nem kellett terelni. Tehát délben, amikor összeállt a birka delelni, akkor ott nem kellett sehova sem menni. Gulyásnak menni kellett a jószág után, tehát inkább juhászok csinálták, olyan emberek, akik ráértek a nyáj mellett. És honnan szedi az alapanyagot? Hát egyrészt idézőjelben örököltem, volt egy bácsi, aki meghalt tavaly nyáron, és az ő örökségét ideadták, mert azt mondta a feleségem, nem tud vele mit csinálni, ő nem akarja kidobni, inkább vigyem el. Értem. A különböző használati eszközöket is készít. Mennyire viszik ezt ma, vagy mennyire tartják ezt elfogadhatónak mai viseletként? Hát akit érdekel, itt főleg most a kulcstartókat vitték jobban, ugye olcsóbb. Hajcsatból egyet adtunk el, tehát azt például majd reméljük, hogy a nap folyamán még több, egy ivókürtöt férfiak vittek többet, tehát az is ment. Lehel kürtje, ami ismert ugye az emberek szemében, meg tudna fújni egy kürtöt? Meg tudom, a lehel kürtje az elefánt csontból volt, ezt meg lehet fújni. Fantasztikus hangja van, és a kisebbeket mire használják? Hát ezek a kicsik, ezek ivókürtök, tehát régen a pásztornál ugye nem volt pohár, egyrészt üveg eltört volna a használatban, és akkor ez volt a kezében, ebből tudott meríteni a kútból, hocsajából vagy amiből ívott, és ezt ivásra használják. Hát ma főleg pálinkásnak keresik. És milyen nosztalgia jelleggel, vagy ebben a közegben, ahol most vagyunk a Vőfé találkozón, elég sok ilyet láttam, tehát ez visszatérő használati eszköz lesz ön szerint? Hát inkább alkalmakra, tehát ha névnapokra, lakodalmakba, ha elviszik, tehát a mindennapokban biztos nem használják, vagy nagyon kevesen, de inkább alkalmakkor. Már csak azért kérdezem, mert ön Vőfé is, tehát hogy a lakodalmakban mennyire látja, hogy ezek megmaradnak? A lakodalomban még nem láttam, rajtam kívül senkit. Hát akkor itt a remek alkalom, hogy ön a kettőt összekapcsolja, és akkor ezeket az ivó kürtöket bevigye a lakodalmakba. Vagy ez nem lehet? De én szoktam, tehát én az enyémet visszam, és amikor a borköszöntőt elmondom, akkor én ezzel kocintok a fiatal párral. Értem. Hát akkor ajánlja a többi a fiataloknak is, hogy talán nem is lenne rossz ötlet mondjuk egy ilyen neves alkalomra egy ilyen ivókürtöt kapnának örökségül. Végül is arra is sor kerülhet. Köszönöm szépen! Yeah.
Thank you.